Lenkei százada. Koszorút kötöttem cserfa levelekből, harmad csillog rajta örömkönnyeimből. Kinek adnám én ezt, kinek adnám másnak, mint vitéz lenkei huszár századának. A hazafiúi kegyeletnek lélekemele ünnepét ülte Arad városa 1868. szeptember hó 7-én. Majdnem 20 esztendeje, hogy az aradi várbörtönben egy szerencsétlen honvédtábornok a honfibú áldozata lett. A világosi fegyverletétel után, midőn a nagyokra mártírhalál vagy számüzetés nézett, szívében elkeseredve a vesztett ügyön, megörült aggyal önmagára mérte a halálos csapást. A várbörtön üvegdarabjai darabokra hasíták a főt, mely hohérkéze volt kiszemelve, megszüntették a szívdobogását, mely csak a hazáért dobogott. Ez a honvéd tábornok Lenkei János volt. Az a tábornok, ki legelőször sietett, mint a württembergi huszárok kapitánya a haza földére, midőn meghallotta, hogy a hazának szüksége van vitézeire. Nem kis bátorság volt a válságos napokban emerénet, melyet épp úgy bélyegezhetek más oldalt katonai engedetlenségnek s a zászló iránti hűtlenségnek, mint ami hazafiúi erényként dicsőítették a vész napjaiban az igazak. Lenkei János tábornok bátor tettét Petőfi Sándor Lenkei százada című versében örökítette meg. Március közepén éjenek s diadalkiáltások között vonult be a huszárkapitány eddig határszéli városba, a másik évben az őrült tábornok holt tetemét eltemetetlenül dobták ki az aradi várbörtön ablakán. Barátai, ismerősei este titokban ástak sírgödött számára az aradi sírkertben. Majdnem 20 éven keresztül pihent a drága tetem a föld gyomrában. A sírhalom, mely fölötte domborult, a hosszú idő alatt egyenlő lett a járókelők földjével, a kis sírkereszt, melyet egy pár jó barát odatűzött a sírhalom tövébe, elkorhat, eltört. Míg az igazat, a vértanúk sírjára tűzött virágbokréta bünténynek bélyegeztetett, csak lopva titokban lehetett megemlékezni az elhunytakról. De később, midőn a sebek heggettek, s ismét rakni kezdhettük a rombadőlt oltárt, kegyelettel kerestük fel hanvaikat, s áldozhatánk emléküknek. Az aradi temetőben, a temető végéhez közel, vagy inkább a temetőn kívül is domborult egy keskeny sír. Eleintén tudták, hogy egy magyar tábornok teteme nyugszik ott. Később elporlatt a kereszt, s támadtak mellette új sírok. Jött a tél, lehullott a hó, s már nem tudták, melyik az új, melyik a régi sír. A március ibolyája egyformán földisíti mindkettőt. A tavasz egyformán begyepesíti a kupár sírhantokat. A mai gyermek már nem tudja, kit temettek oda tegnap, s a hónap könnyen feledi a mát. Az aradi honvédtábornok sírját sem díszíti egyéb a tavasz ibolyájánál. A tavasznak nem lehetett megtiltani, hogy kis ibolyáit ne küldje a hantok fölé, a tavaszt nem lehetett bebörtönözni a merényletért. Midőn a rabláncra vett gondolat szabadulni kezdett Békóitól, indítványt ítetett, hogy az aradi vértanunknak szobrot állítson a nemzet, a haza. A fölhívásra tömegesen jöttek az adakozások, és remélnünk lehetett, hogy a mártírok emlékéhez méltó emlék fogja díszíteni arad vérterét, mely a 13 hős Golgotája lett.
ugyanez időben született meg először arabi orvos és svoboda festész, hazánk fiai agyában az eszme, mert aztán az a Radar Zeitung és Alföld szerkesztői melegen felkaroltak, az aradi börtönben megörült, szerencsétlenül kimúlt lenkei tábornok sírját is emlékkel jelölni meg. A felhívás nem maradt eredménytelen, csak hamar csinos összeg állt a szoborbizotmány rendelkezésére. Egy év alatt a szobor elkészült. Szeptember 7-e óta az elhagyott sírt szürke, márványból faragott obelisz díszíti, melyen e felirat áll. Lenkei János honvéd tábornok született 1807. szeptember 7-e Egerben, meghalt az aradi vár börtönében 1850. február 7. Béke Hamvaira. Folyóhó szeptember 7-én a tábornok születése napján leplezték le a síremléket, melyet lapunk ábrázol. A megyei és városi hatóságok, az arabi honvédegylet, dalárda, tűzoltókar, a testvér honvédegyletek küldöttei, céhek és beláthatatlan sokaságú, mindenrendű és rangú közönség volt jelen az ünnepélye. A sírt a boldogult tábornok rokonai s jó barátai vették körül, s forró könnyeket hullattak a rég kényszenvedett tábornok porára. Képünk, bár kicsinyben, egy sikerült fotográfia után ismerhetőleg mutatja meg arcaikat is a megható jelenetben résztvevőknek. A nézőtől jobbra a lenkei család jelen volt tagjai állanak, leány, fiú és az apa, Lenkei Károly volt honvéd törzstiszt. Mögötte Schwarz Ignác volt honvéd. A mellettük térdelő két alak, Grüber Ede és Papka Vilmos volt honvéd huszárkapitány. A bal oldalon térdelő Színesi József, fölötte Kaufmann István volt honvédek, utána Schwarz Antal karmester, emögött a Csanádi Honvéd Egyet elnöke, jezője és Limbek József. És majd, ha a nagyok síroszlopát a századok moha borítja már, a későkorra fénylön csillogát egy égből földre szállott napsugár, s késő idők homályán átragyó. Magával üve szent emléketek, hogy kik egykor e fényét haltatok, dicsőn, örökre benne éljetek. Aradon jelenleg hány köztemető van? 12. Azok közül jelentősebb 4 vagy 5. De mindegyikben akad azért egy-két olyan személyiség, amiért érdemes lenne odafigyelni. Az első világháborút lezáró békediktátum és határmódosítás sok változást hozott Aradon. Még a temetőkben sem volt nyugtuk elődeinknek. Az egykori honvéd temetőt felszámolták. Jelenleg a Tisztviselőtelep nevű városrész található a helyén. Ott hantolták el Lenkei János honvéd tábornokot, akit az aradi vértanúk közé szoktak sorolni. De eluralkodó elmebaja miatt nem végezték ki. 1850. februárjában az aradi várbörtönben halt meg, mondja Puskel Péter helytörténész. Lenkei Jánosnak a sírja volt a legutolsó ebben a temetőben, hiszen a többi sírt átvitték egy másik aradi köztemetőbe, és Lenkei János sírja hosszú ideig, még a 20-as, 30-as években is ott árválkodott. 1936-ban Egerváros küldöttsége megjelent Aradon, és jó pár hétig tartó egyezkedés után kihantolták Lenkei János földi maradványait, és hazavitték szülővárosába, Egerbe. Lenkei százada. Koszorút kötöttem cserfa levelekből, harmad csillog rajta örömkönnyeimből. Kinek adnám én ezt, kinek adnám másnak, mint vitéz Lenkei huszár századának.
Ez ám csak a század, ezek a legények ősapáink mellé odaillenének. Romlatlan bennük a régi jó magyar vér, bár adhatnék nekik e dalnál nagyobb bért. Dicső fiak ők, s ha én nekem nem hisztek, ám nézzetek oda, hogy mit cselekesznek. Én elhallgatok, az ő tettők beszéljen, százszor kiáltjátok majd rájuk az éjent. A Dnyeszter vizén túl Mariampolban, Lengyelország földjén egy huszárezred van, szép magyar huszárok, fiatal legények, kutyabajuk vígan, miért ne lennének? Vígan vannak, összevetik bokáikat, de van ott egy század, melyik nem vigad, míg világát éli a vidám ezered, közülök egy század búbánatnak ered. Miért búslakodtok, jó magyar huszárok, némelyik szeméből köny miért szivárog? Hogy ne búslakodnánk, hogy ne búslakodnánk, mikor veszélyben van édes magyar hazánk? Rútul feni fogát rája, tó, trác, német, hogy az Isten nyila őket ott ütné meg, s minket, kik a hazát védeni szeretnék, itt idegen földön tart a kötelesség. Így emészti őket a bú és a méreg, összesugnak, búgnak, vajon mit beszélnek, hangjaik suttogók, arcok titokteljes, egy nagy szándékjuk van, nagy és veszedelmes. Milyen gonoszságot forralnak magukban, hogy ne beszélnek fönszóval, csak titokban, mi istentelenség forog elméjükben, hogy alattomban kell eljárniuk ebben. Nem istentelenség, amit ők akarnak, segítséget vinni a bántott magyarnak, segítségül menni hazájuk földjére, melyre immár foly a gazda nemzet vére. Ez a jó huszárok szívbeli szándoka, és hogy ezt titkolják, van annak nagy oka. Oda jutottunk már, hogy csak titkon lehet téged érezni, szent hazaszeretet. Ének éjszakáján kiállott a század oda a partra, melyet a Dnyeszter áztat, e folyónál pihent egykor vitéz Árpád, mielőtt bevette Attila országát. E szent helyen álltak a derék huszárok, innen nyílt ama szent esküvésre szájok, hogy megfogja őket látni Magyarország, hogy Magyarországot védelmezni fogják, és midőn az esküt elmondották volna, belé ugrattak a Dnyeszter folyóba, és jó paripáik az éj sötétségben általúztak velük szépen szerencsésen, s jöttek hazafelé, jöttek, jövögettek, hát egyszer mögöttük kit pillantanak meg, Lenkei kapitány, az ő kapitányok, ez iparkodott nagysebesen utánok, álljatok legények, forduljatok vissza, a generális küld, hogy híjalak vissza, hanem a huszárok nem fordultak vissza, sőt a kapitánynak így feleltek vissza. Kapitány uram, mi engedelmeskedünk úgy, ha előre megy, és nem hátra velünk. Vitéz kapitány úr, legyen a vezérünk, ilyen ember kell, mint kapitány úr nékünk. Annyi szent, hogy minket vissza nem visz innen, sem a generális, sem pedig az Isten. Kötelességünkről ne beszéljen nékünk, szentebb a haza, mint a kötelességünk. Tőről vágott magyar ember a kapitány, nemigen téríté seregét ezután, ment velük nem hátra, de szépen előre, és elértek édes hazájuk földjére. Itt a haza földjén, hova vont szívetek, forró öleléssel üdvözlünk titeket, vitéz jó testvérek, üdvözlünk ezerszer, beszéljen akármit a hadügyminiszter.